Mai előadás témája ugye anyapszichológia. Azért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, mert az előző könyvem az a baba pszichológia volt, mert mindig jöttek az anyukák, hogy valami hatalmas nagy gond van a gyerkőccel, amit azonnal meg kéne oldani, és mondjak valami olyan trükköt, ami fél másodperc alatt így megoldja a problémát, és hát sajnos a gyerekek nem gomnyomásra működnek. Ez nagyon gyorsan kiderült, hogy olvashatsz akárhány alvásos trükköt, a te gyereked nem úgy akarja csinálni. Nagyon hamar kiderült számomra, hogy leggyakrabban nem az a probléma, hogy ne tudnánk, hogy egy gyerek hogy működik, bár néha avval is vannak problémák, de meg ne tudnánk egy csomó tippet, meg trükköt, meg praktikát, meg ne hallottunk volna anyukánktól, meg a nagymamánktól, meg a szomszédtól, meg a másik kismamától, meg mindenhonnan, hanem legtöbbször az a gond, hogy valami problémánk van saját magunkkal, meg úgy általában az anyaszereppel, amiben belekerültünk, tehát elég sok olyan praktika van, amit azért nem sikerül megvalósítani, mert hogy így magadban van egy ilyen ellenérzés, hogy azt nem, és ez valahonnan jön. Nem véletlen, amikor jönnek hozzám, hogy egy két hetes gyerekkel valami hatalmas nagy pszichológiai probléma van, akkor ez általában inkább a szülőnek a magával való problémája. Tehát egy két hetes gyereknek nincsenek komoly lelki problémáinek, egy dolog kell, anya, cici, tehát körülbelül ennyi az elvárása az élettől. De hát ugye most pont láttam, mert a múlt héten a hugomnak gyereke született, ott állt a család, és mindenkinek jöttek, hogy nézd, most ezt azért csinálja, mert mert most ez azért van, frászt, éhes, és cici akart. Körülbelül ennyire bonyolultan működik az újszülött, hogyha éhes, akkor is cicit akar, álmos, akkor is cicit, igazából testközelség, mert azt szokta meg 9 hónapig odabent. Aztán persze később elkezd nyiladozni a világra, és lesznek extra igényei, hogy unatkozik, meg hasonlók, és jó esetben ezeket észre is veszük, hogy na ez már most már nem arról szól, hogy borzasztóan éhes, csak egy kicsit úgy unatkozik, és azt próbálja kommunikálni, vagy most már játszani akar, vagy ezt akar, vagy azt akar. De mi ugye felnőtt agyal mindent belemagyarázunk abba ekkora kis gyerkőcbe, és próbáljuk meg bele tuszkolni a saját félelmeinket, a saját aggodalmainkat, hogy jaj, nem eszik eleget, mindenkinek más, hogy ez mi. Tehát van, aki úgy megy bele, hogy már eleve fél az egész attól, hogy mi lesz. Nagyon sokan úgy vannak, hogy addig kiképzik magukat, hogy várandóság, meg szülés, ott van a gyerkőc, hú, mit kéne most csinálnom vele? Tehát ott már megáll a tudomány, mert mindenki úgy van, hogy megszülették, és utána majd milyen jó lesz, és kiderül, hogy most jön a neheze, ami előtte volt, az első pár hét a hányással, meg az émeigéssel, meg az összes többivel, meg a terhességi kínok, az csak az eleje volt, a neheze az, meg a szülés, az se kellemes dolog, mindenki mondja, hogy be majd rózsaszín köd lesz utána, és nem rózsaszín köd van, ott van egy gyerkőc, akinek etetni kell, és annak van egy kimenete, és nagyjából ebből áll a nap. Tehát rengeteg félelmünket, meg terhünket pakoljuk bele az anyaság dologba, és ezért bonyolítjuk aztán túlzottan el az egész gyereknevelést is. Úgyhogy ezért kezdtem én foglalkozni ezzel a témával, és elsőként azt néztem meg a könyv is erre a vázra épül föl, hogy hogyan leszünk anyák. Hát, hogyha megkérdezel valakit, hogy na, hogyan leszünk anyák, mikor lesz valaki anya, akkor azt szoktam mondani, hogy hát amikor mondjuk teherbe esik, akkor onnantól már anya. Hát a legtöbben, amikor még nem azt érzik, hogy ők most anyák lettek, akkor van, aki azt mondja, hogy akkor leszünk anyák, amikor megszültünk, akkor most már anyu. Hát onnantól kezdve valóban mindenki úgy hív, hogy anyukat, tehát addig Szabó Kati voltál, meg Varga Pira, onnantól kezdve anyukkal tessék jönni, tehát onnantól kezdve átváltottál anyuka üzemmódba, anyuka leszel a tanítónéninek, a gyerekorvosnak, mindenkinek anyuka leszel. De nálam az volt a legaranyosabb, amikor kiabáltak a Heimpál kórházba, a csípőszűrésen voltunk, és akkor, hogy a Bence anyukája jöjjön. Na most a gyerekem Vencel, tehát, meg mi az, hogy anyukája? Tehát, hogy így eddig elengedtem a fülem mellett a hívást. Szóval nem akkor leszel anya. Igazából anyává válunk. A másfél éves kislány már gyönyörűen másolja az anya szerepet. Tehát, van aki itt lányos anyuka? Sokan. Valahogy érdekes ez a zűrösebb kapcsolat. Igen, tehát a kislányok nagyon hamar elkezdik másolni ezt, hogy mit csinál egy anyuka.
A kisfiúkat marhára nem érdekli. Persze meg tudják mutatni, nekem is a 2 éves fiam leült egy kis macival és szoptatott aranyosan, mert látta, hogy a tesót szoptatom, ő is csinálta. De a lányok nagyon hamar leveszik, hogy mit csinálnak a nők úgy általában. Ezért van ez az öltözködési dili, tehát hogy nem lehet úgy elmenni óvodába, vagy nem tudom, nem lehet kis tütübe, vagy amit éppen a fejébe vett. Nincs hercegnős bugyi, aznap nem megyünk oviba, mert hogy a lányoknak ez, hogy lemásolni azt, hogy mit csinál anya, hogy öltözködik anya, ez az anyának a másolás. A lányok erre nagyon nyitottak. Ennek aztán felnőtt korban az a folyamánya, illetve abból adódik, hogy a lányokban van egy ilyen iszonyat megfelelési kényszer. Tehát a lányoknak sokkal nehezebb az, hogy így a saját utamat jár, a lányoknak ezért meg kell küzdeni. Egyszerűen a természetükből adódik, ezért van az, hogy már másfél évesen is sokkal jobban érdekli a kislányt, hogy ki mit mondott, hogy mondott, mit lehet lemásolni. Akkor még ugye nem tudja, hogy a szomszédban mit beszélnek, de pár év múlva már tudja, hogy ez így szokta, az úgy szokta, ez így szokta, és utána a felnőtt korban is mi van, hát tudjuk, hogy ez a szomszéd, az így, és öntudattalanul is vesszük ezt, kinek mi az elvárása felénk. Az iskolában, meg az óvodában, például amikor óvodába kerülnek a kislányok, nagyon sokszor az, két verzió szokott lenni. Az egyik az, hogy nagyon jól érzi magát az óvodába, de valami kis szorongásos, valahol azért kijön az a szorongás, mert az óvodában nagyon jó akar lenni, az óvónéninek kifigyeli az elvárásait, az egyiknek, a másiknak, a gyerekeknek, a dadusnak, a nem tudom, mindenkinek. És nem is vissza tudja mondani, hogy mi az, de mindegyiknek meg akar felelni. De aztán utána jön az, hogy otthon székrekedése lesz, meg bepisil, vagy otthon meg szétveri a lakás, mert kiengedi a fáradt gőzt, tehát otthon meg nem lehet bírni vele, vagy fölébred éjszak, tehát valahol az a fáradt gőz kijön. A másik típusú kislány meg nem, egyszerűen nem bír elevvel az elvárás rendszerrel, és az iskola, vagy az óvodában van vele sok probléma. Mert ott kezd el szorongani azért, hogy annyi elvárás van körülötte, hogy akkor inkább egyik ennek se felel meg, tehát egy ellenáll. A fiúknak egyszerűbben szoktak menni ezek a dolgok. A fiúknak általában azért nehéz a beszokás, mert anyától marha nehéz elválni, meg anyának is tőlük. Tehát ez eleve már a fiú lánya, az anya lánya, meg az anya fia kapcsolatból adódik. Ugye az anya fia kapcsolat az abból áll, hogy összetalálkoztunk, egymásba szerettünk, és egészen addig egymásba vagyunk szeretve, míg nem érkezik egy másik lány, akibe bele lehet szeretni. Tehát körülbelül ez az anya fia kapcsolat. Tehát egy ilyen nagy szerelem anya a kedvenc, és például, hogyha valakinek 2 fia van, hát azok remekül tudnak anya kegyeiért versengeni. Tehát ott megy a küzdelem. Szemben az anya-lánya kapcsolat, hát az egy kevésbé, az egy ingatagabb. Az elején persze minden babának anya a fő kedvenc. Aztán a lányoknak nagyon hamar képbe kerül mindenki más, aki ilyen ismerős. Tehát ez a szociális kapcsolatok lányoknál nagyon hamar bekapcsol, hogy lehet haverkodni kicsit a nagyival, az ezzel, azzal, amazzal. Még amikor még abban az üzemmódban van ilyen matrica, és itt a lábadnál van állandóan, akkor is azért jobban körülnéz egy kislány, beméri, hogy kik vannak ott a környezetébe, és elkezd haverkodni a szimpatikussal, tehát hogy azért a lányoknak ez fontos egy-két év közötti korszakban, aztán meg jön apa, mint nagy kedvenc. Sőt, egy idő után apa meg lánya egymásba szeretnek. Ilyenkor szokták az anyukák írni nekem, hogy ki szeretett belőlem a lányom, és mint hogyha féltékeny lennék, nem is tudom, hogy történhetett. Meg valóban itt az történik, hogy apa lesz a szőke herceg, és az egy darabig meg is maradt, hogy apa a szőke herceg, és anya utána már csak ilyen, így még van persze, meg jóba van vele. Minden különféle, milyen szintű kapcsolatok lehetnek, de onnantól kezdve apa központi szerepet tölt be. És nem az van, a fiúnak mindig az anyja. Az apa az egy példakép, a hős. A fiúk az apa szerepet olyan 4-5 éves, 6 éves kor fele kezdik el így másolni. Nem véletlen, hogy amikor papás-mamásat játszanak a gyerekek, figyeltem a sajátjaimon is, amik 3-4 évesek voltak, soha nem a fiúk találták, mindig a lányok. Játszunk papás-mamásat, persze a fiúk is becsatlakoztak, mert az lett kitalálva, de mindig a lányok találták, és érdekes módon ez mint a felnőtt korban is így lenne.
hogy valami nem hallottam olyat, hogy és akkor a férjem azt mondta, hogy szüljünk már gyerekeket, már alig várom. Álltam a lányok, meg házasodjunk gyorsan össze, és akkor egy csomó gyerekünk lesz, de jó, mindig a lányok szoktak ezzel jönni. Lehet, hogy ez egy ilyen gyerekkori minta, nem tudom, de mintha lenne közte valami összefüggés. Na szóval, anya lánya kapcsolatnak a különféle szintjei. Ezt mindenkinek érdemes úgy is végiggondolni, a saját magának az anyjával való kapcsolata, ugye ez mindig szoktak panaszkodni, hogy mennyire viharos volt, meg mi mindent rontott el az anyám, meg sok ilyen szokott lenni. Másrészt meg érdemes úgy is végiggondolni, hogy neked a saját lányoddal való kapcsolatod. Általában másoljuk. Erik Bernének van a Sorskönyv című könyve, nagyon javaslom, hogyha valakit érdekel ez a történet, így generációról generációra tudnak ezek öröklődni, hogy tovább, 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 hogy amit megcsinált az egyik anyuka, utána lemásolja a lánya, és még az évszámok is stimmelnek. És egyébként akkor olvastam a könyvet, én is belegondoltam, hogy a nagyszüleim, 50-es években egymásra találtak, ráadásul úgy, hogy a nagymamám beleszeretett a nagypapámba, nagyon mindent megtettek a barátnőivel, hogy megszerezzék maguknak ezt a pasit, ilyen 20 év körül volt, és ő neki nagyon sürgős lett volna már elköltözni otthonról, a nagypapám meg nagyon meg akart már nősülni, és akkor gyorsan titokban összehozták a gyereket, hogy összetudjanak házasodni, mert különben nem lehetett volna, tehát, hogy ilyen jó kis, meg különben a családok nem szerették egymást, ilyen Rómeó és Júlia típusú dolog, de a háttérben az volt, hogy anyuka, a nagymamámnak nagyon sürgős lett volna elköltözni otthonról, mert meg akart szabadulni a saját anyjától, meg a családi kötelezettségektől. Anyukám 70-es évek, ugyanabban az életkorban ugyanez a helyzet volt. Nagyon el akart már jönni otthonról, megszabadulni a saját szüleitől, és ezért gyorsan talált magának, megtalált apukámat, gyorsan csináltak a gyereket, az vagyok én, és ennek kapcsán össze tudtak házasodni, mert volt mire fogni, hogy hát jön a gyerek, akkor gyorsan egy esküvő. Én nem 20 éves koromban szültem, viszont nagyon gyorsan én is elköltöztem otthonról. Tehát nekem is volt egy ilyen, hogy gyorsan találtam egy fiút, és aki a mai napig a házastársam, és nagyon, nagyon gyorsan úgy éreztem, hogy ez most már akkora nyomás rajtam a szüleim, hogy nekem el kell mennem otthonról, annak érdekében még tanulok, meg még nincsen lakásom, meg semmi. De ugyanabban az életkorban éreztem én is, hogy lépni kell. És nagyon érdekes, mert az Erik Bernének a könyvében van egy ilyen sztori, hogy neki az apja azt hiszem beteg volt, meg alkoholista, és elvált ilyen 31-4 éves korában, és az Erik Berni már tudta, hogy az ő családjukban ez a minta öröklődik, mert már több generációnál mindig volt egy apuka, aki ezt megcsinálta, ezért ő elhatározta, hogy ő nem fogja, és valóban abban az életkorban ő nem tette meg ezt. Rá 15 évre aztán mégis úgy alakult, ugyanolyan körülmények között, hogy mégiscsak ő is beteg lett, meg alkoholizmus problémái lettek, meg még el is vált. Tehát nehéz megszabadulni ezektől a sorskönyvektől. Na, nézzük meg akkor az anya-lánya kapcsolatot, mert ez bizony tud öröklődni, ugyanúgy, mint ahogy a család modellek is nagyon sokszor nem úgy öröklődnek, nem genetikailag öröklődnek, kisgyerekkorunkban felszívjuk a mintát, és cipeljük magunkkal. Az anya-lánya kapcsolatból, hát ami gyakran előfordul, és biztos némelyiteknek is ilyen a kapcsolat az édesanyjával, ez a barátnő típusú kapcsolat. Mindent megbeszélünk, mindent rámerek bízni. Ez ilyen tök jó ilyen romantikus filmekben, amikor a elvált anyuka, és akkor van vagy a boldog házasságban élő szülők, és a fiatalos anyuka megbeszél mindent a lányával, és kiöntik egymásnak a szívüket. Ez egy ilyen ideális dolognak tűnik. Nyilván vannak ennek is hátulütői, mert azért kamaszkorban minden lány lázad egy kicsit. Tehát minden lánynak van egy olyan időszaka kamaszkorban, amikor azt mondja, hogy anyám hülye. Na most egy ilyen barátnő kapcsolatban ez úgy szokott kijönni, hogy ilyenkor nem nyíltan lázad, tehát ilyenkor nincsen ilyen nagy, én most megmutatom anyámnak, csak úgy fű alatt. Tehát, hogy hát most egy órával később megyek haza, és azt mondom, hogy még tanultuk a matekot. Tehát, hogy ez a típusú, hogy úgy szépen szőnyeg alatt azért csak megvan az a kis lázadás.
Általában a kamaszkor után a lányoknak van egy ilyen, attól függően, hogy mikor alapítanak saját családot, van egy olyan időszaka, amit kicsit próbál megbékülni lassan az anyjával. Még azért vannak benne viták, kamaszkorban ilyen nagy szembefordulás van, aztán utána jön az, hogy hát ebben meg ebben nem értek egyet, de végül is az nem volt olyan hülyeség, meg az nem volt olyan rossz, de azért még vannak sebek. Meg vannak olyanok, hogy na ezt én nem fogom csinálni, mert ezt teljesen elrontotta. Na most a mai világnak a sajátossága az, hogy ez az időszak nagyon elhúzódik. Régen ugye mondjuk 18-19 éves korig tinédzser valaki, vagy 20 éves korig, tehát addig tart ez a kamaszkor, utána meg már 21-22 évesen a legtöbb lány férhez ment, és saját családja lett, és akkor ez a ilyen átmeneti időszak egy rövid időszak volt. Most viszont ez hosszú, mert a mai nők 30 fölött szülnek, nem ritka, hogy 50 évesek is írnak, hogy most várom az első babát. Éppen ezért ez ilyen 10-20 évig eltart, hogy hát így nem mindenbe értek egyet anyámmal, de ugyanis abban a pillanatban, hogy az ember családot alapít, és lesznek saját gyerekei, akkor is még megmaradt, hogy miben nem ért egyet, de van egy ilyen kibékülés, hogy lehet, hogy nem volt olyan hülyeség, amit anyám mondott, lehet, hogy azt mégse csinálta rosszul, mert amikor benne vagy abban a helyzetben, akkor rájössz, hogy nekem például mindig ilyen kamaszkoromban fölháborítónak tartottam, hogy anyukámnak a szombat volt a takarításnap, és hogy volt egy kirándulás, akkor is hazamentem, és nekem akkor is megvoltak a kötelező feladat, és fölháborító, hogy milyen marhaság. Ő meg mindig azt mondta, hogy rakad gyerek van itt a családban, egész nap mindenki, vagy egész héten mindenki jön-megy, szombaton kitakarítunk, és akkor tisztaság van meg rend. És valahol értem a logikát, hogy most már háziasszonyként, amikor nekem saját lakásom lett, azt mondtam, hogy juss se takarítok, mi nem szombaton takarítunk, akkor takarítunk, amikor kosz van. Tehát én direkt szembe fordultam. És nagyon sok ilyen típusú, ez csak ilyen apróbb dolog, ez nem egy komoly konfliktus. Ettől mélyebb konfliktusaink is szoktak lenni, de ez is jelzi azt, hogy azért vannak ilyen boxmeccseink, hogy ebbe igaza volt, vagy nem, és nagyon sokra csak akkor jövünk rá, amikor nekünk is van otthon egy csomó gyerek, aki egész héten maszatolja, meg rombolja a lakás, legalább szombaton 5 percig nézze ki valahogy, tehát hogy valahol az neki nyilván egy jó érzés, úgyhogy nagyjából, tehát úgyse tart sokáig, mert a gyerekek tesznek róla, de tulajdonképpen most már meg tudom érteni az álláspontját, hogy miért is volt ez neki olyan nagyon fontos. A második típusú kapcsolat az, amikor ilyen vetélkedés van, ilyen vetélytárs az anyja meg a lánya. Ez a tipikus helyzet, amikor van a 40 éves anyuka meg a 20 éves lánya, a lányon ekkora miniszoknya van, az anyján meg ekkora, tehát hogy ez a nekem ilyen szőke hajam, akkor én is, mert még én is fiatal vagyok, látjátok, hát még én is tartom magam. És ez állandó olyan típusú vetélkedésbe is megnyilvánulhat, amilyen vikijátékba szokott lenni, hogy a anya lenyúlja a lánya pasiát, meg viszont, tehát hogy ez a típusú előfordul ilyen kapcsolat, találkoztam ilyennel, nem feltétlenül a miniszoknyás verzióval, de azzal, hogy viszonylag fiatal anyuka, fiatal lánya, és állandóan ment a versengés, hogy ki tud jobban, ki tud többet, stb. Ez azért nem jó, mert ez gyerekkorban is így van. És egy gyereknek nem egy vetélytársra van szüksége, hanem valakire, aki gondoskodik róla. Tehát, hogy ne abból álljon ki egy kisgyereknek az élete, hogy az anyával vetélkedik. A következő típusú kapcsolat, ez a mester és tanítványa. A legjobb példa erre a celeb világból a Madonna meg a lánya. Amikor a Madonna lánya kitalálta, hogy anya, én is szeretnék a showbizniszbe ott lenni, akkor Madonna azt mondta neki, hogy akkor a takarítóknál lehet kezdeni így a munkát, és akkor egy alulról fölküzdöd magad. Tehát, hogy nem úgy van ez, hogy te itt próbálsz rögtön itt a csúcsra törni, ezt meg kell tanulni rendesen ezt a dolgot. Na most ez a típusú kapcsolat elég gyakran előfordul. Az anyuka ügyes, nagyon jó a szakmájában, vagy valamiben nagyon sikeres, vagy a háztartásnak a gyöngye, és abban nagyon sikeres, és akkor azt mondja a gyerekének, vagy a lányának, hogy ezt most megtanítom neked így lépésenként, hogy hogyan tudsz, és a gyerek meg ilyenkor így rajong az anyjáért, hogy
hogy akkor én is olyan akarok lenni, mint anya. És akkor az anya meg így megtanítgatja. Ez valahol egyébként egy egészséges dolog tud lenni, hogyha ebben mind a ketten vevők. Az nem jó, hogyha a gyerek marhára nem akarja megtanulni, de az anyuka nagyon meg akarja tanítani. Tehát én vagyok a sikeres zenész, és akkor te is hegedői kislányom, és a gyerek utálja. Tehát az a nem jó verzió. De ha ő is szeretné, mert neki is tetszik, akkor miért nem? Nagyon gyakori kapcsolat a tyúkanyó csibéje. Ugye van a tyúkanyó, aki kicsit olyan, mint a... Hát mondjuk a Baromfi udvar is jó példa erre, vagy a másik jó példa az a kereszt anya, tehát hogy aki így, az olasz mamma, aki így rendezgeti a családtagokat. Tehát egyrészt tudja, hogy kinek éppen mi van a magánéletében, mindig részletesen mindenhol ott van a szeme, segítget is nekik, Sophia Loren és a fia. Tehát, hogy így, amikor egyrészt így lemeózta a mennyasszonyt, először, hogy ki az, ugye egy magyar lányt vett el a fia, utána megszervezte az esküvőt, utána az esküvőnek a fénypontja nem a fiú volt meg a lány, hanem az anyjuk, hogy ő jött. Tehát, hogy, és minden fotón úgy látszik is rajta, hogy ő turalta a terepet maximum. Nem azért, mert ő a Sophia Loren, hanem mert ilyen anyakirálynő típus. Tehát, hogy neki ez a szerepe a családban, és ő mindenkire, az összes gyerekéről mindent tud. Az ilyen tyúkanyó típusú, például tanítónéniben nagyon jó a tyúkanyó, amikor így tudja rendezgetni 30 gyereknek is a dolgait. Tehát bármikor tanítónénit választottok, a legjobb tanítónéni mindig a tyúkanyó, mert ő az összes kis csibét tudja pátyolgatni, meg minden gyerekről tudni fogja, hogy mi a lényeges vonása. És jó esetben a gyerekek is erre vevők, mert nem minden gyereknek jön be a tyúkanyó típusú tanítani, de az a gyerekek többsége szeretni szokta, mert egy tyúkanyóhoz lehet kötődni. Anyukában meg azért jó a tyúkanyó, mert hogy mindenről gondoskodik, tehát hogy ő utánad nyúl, hogy biztos van nálatok kaja, menjek, főzzek egy kicsit. Viszont az a gond, hogy ugyanakkor így be is lép a személyes tered, vagy na akkor fölhív ekkor, meg akkor, mert nem hívtatok már 3 napja, mi van veletek? Nem tudom az infókat, tehát őt el kell látni infóval, meg a marha elégedett le, hogyha nem tud mindenről. És szerintem elég sokótoknak ez most így ismerős, látom csillognak a szemek, tehát viszonylag gyakori egyébként. Főként akkor rossz, hogyha ő az anyósod. Mert hogyha ő akar állandóan mindent tudni, mert mindenbe ott bele kukacoskodni, azt ugye mennyként nehéz megélni, hogy ő neki ilyen információjészsége van. De hogyha kielégíted azt az információjészséget, akkor nagyon elégedett. 2 naponta fölhívni, elmesélni, hogy melyik unokával mi van, mit csinál a fiacskája, és akkor utána boldog, hogy jó van, oké, megvannak az infók. De hogyha nem hívott föl 2 naponta, halálra sértődik, hogy szóval te nem láttad előtt kellő mennyiséget, mert különben úgy érzi, hogyha neki nincsenek meg ezek a kis pletyók, akkor így úgy érzi, hogy nincsen rajta minden csibéjén eléggé a szárnya. És neki meg kell hagyni, jó van, tessék mama hozni a komatálat, meg a maximum nem eszitek meg, de hogyha ő ezt boldoggá teszi, hogy küld mindig egy zsák kaját, akkor küldjön. Tehát neki ezeket a piciket meg kell engedni. Ez más kérdés, hogyha valamit nagyon nem akarsz, akkor viszont azt kell mondani, hogy mama, most ezt nem tudjuk sajnos, de majd a jövő héten valamit be kell helyette ígérni, és akkor lehet vele tárgyalni. Következő típus az a kritikus, akinek abból áll ki az élete, hogy semmi se jó. Fellelhető sajnos, bár nem mind, én azt mondom, mindig tiszta formában van, de találkoztam olyan, pont a múlt héten voltunk egy előadáson, akkor valaki elmondta, hogy az anyjának, ez az semmi nem volt jó. Ha ilyen iskolába ment, az nem tetszett. Ha ilyen jegyet, ha 5-öst hozott, az se volt elég jó. Ha 6-ost hozott volna, az se lett volna, akkor 7-est akart volna. Cserébe a testvére meg mindig jó volt. Ilyen típusú szülő is van, és ebben az a rossz, hogy ugye ő kisgyerekkortól kezdve állandóan egre círoztatja a gyereket, tehát hogy ha rendet raktál, akkor nem raktál eléggé rendet. Ha így csináltad, akkor az is kevés volt. És ez felnőttként azért nehéz, mert az ember tudja, hogy ez úgy volt rossz, ahogy volt, és nehéz megbocsátani, hogy ő ilyen. Úgyhogy ez talán így a legzűrösebb egyébként az összes kapcsolat között, meg még talán a vetélytárs, de ő általában elég...
laza ahhoz, hogy meg lehessen oldani a vele kapcsolatos dolgokat, viszont egy kritikus szülő az egyébként apába is nagyon rossz. Apába ezt ilyen diktátor családnak hívják, amikor ő a mindenbe beleszólok, mindenkit elrendezek, mindenkit pakolgatok, mint a sakkfigurákat, és csak az a jó, amit nekem, én kedvemért teszel. Tehát, hogyha saját útjaid vannak, az nem jó. Na most ilyen típusú családból általában az is szokott lenni a modell, hogy vagy ott marad a gyerek, és nem is kezd saját életet, vagy pedig nagyon gyorsan el akar menni. És jellemzően nagyon fiatalkorban, nagyon viharosan. Múltkor beszéltem, ez egy apuka volt, aki elmesélt, hogy 16 éves korában úgy érezte, hogy ő inkább az utcán lakik, mint ezzel az apával, és valóban az volt, elköltözött haverokhoz, haverok család, és úgy járt középiskolába, hogy így minden héten más havernak a szüleinél lakott meg. Tehát, hogy így egyszerűen nem bírta elviselni, amit honnan, és van sajnos ilyen is. Az anya-lánya kapcsolatban ugye ez a kamaszkor a nagy szembefordulás, ez anyaként is, gyerekként se egyszerű megélni. Pláne egy utólag visszagondolni, hogy atya világ, miket csináltam én kamaszkoromban. Meg a kamaszoknak eleve van egy ilyen állandó hullámzó, meg billegő világuk, ami néha ilyen gyerek. Ezt most nagyon jól látom, most éppen kiskamaszkorba ér a nagyobbik fiam, és így látom mondjuk az egy-két évvel idősebb szomszéd gyerekeket is, hogy így csúsznak bele a kamaszkorba, és akkor néha még ilyen gyerekek, tehát ez a pancsizzuk mesztelenül a medencébe, nézzünk teletabikat, és akkor utána meg röhögnek rajta, csapkodják a térdüket, hogy ez mekkora marhasság. Tehát, hogy így néha még van az, meg még anya hozzá este maszik, meg adjál puszit, de ugyanakkor most menjél ki, mert most fürdök, tehát már így elkezdődött ez a kamaszoknak ez a kettőssége, hogy úgy érdekelnek már a felnőtt dolgok is, meg hogy nézzünk híradót, mondom, én nem nézek híradót, ne haragudj, de az izéjék nézik, mondom, akkor se nézzünk híradót. Mert őt a felnőtt dolgok érdeklik, tehát hogy mit csinálnak a felnőttek, meg mi van a felnőtt világban, mi izgi, ugyanakkor még néha olyan kis gyerek. Tehát, hogy megvan az a setes utassága. És na most ezen mindenki átmegy ezen az időszakon, ugye egyre viharosabb formában, mert egyre önállóbbak szeretnénk lenni. Illetve ami nehéz egyébként a dackorszakban és a kamaszkorban is, hogy a gyerekek elkezdenek így rájönni a felnőtt világnak az ilyen kis, hát úgy mondom, hogy visszásságaira. Szóval konkrétan sok mindenben így hazudunk a gyereknek. Nem a Mikulásban, meg a fogtündérben, hanem hogy így hát most a mamához azért nem megyünk, mert És akkor így nem akarjuk neki megmondani, hogy hát konkrétan összevesztünk, hanem így mismásolunk dolgokat. És a dackorszakban is a gyerekek azért kiérzik a hangból, hogy ott valami nem simán, akkor még csak úgy azért csináljuk, mert még úgyis olyan kicsi úgyse tudja. Kamaszkorban meg azért csináljuk, mert már nem akarunk vele vacakolni. Sokszor addig már be is áll, hogy hát ott egy kicsit rosszba vagyunk, de nem nevezzük nevén a dolgokat. És a gyerekek ezekre rájönnek, ezekre a visszásságokra. Tehát, nem azt mondom, hogy mindig legyünk őszinték mindenben. Nem, illetve azt mondom, hogy mindig legyünk mindenben őszinték a gyerekkel. Nem kell mindent azért nevén nevezni. Tehát nyilván a 2 évesnek nem állok neki részletezni, hogy nem tudom, mi történt a papával, mert milyen súlyos volt a betegsége. Nem mondom, hogy a papa elment, fölkerült a mennyországba, és azért járunk a temetőbe, mert viszünk neki virágot, és így emlékezünk rá, hogy milyen aranyos volt. Nem kell neki részletezni, hogy mi történt, amikor bevitték a kórházba, és hogy utána 3 napig mit szenvedett a család. Tehát nem kell ennyire részletesen. A kamasszal már meg lehet beszélni, ha érdekli, meg ha kérdezi. De nyilván a 2-3 évesen még nem beszélem át ennyire részletesen, de inkább elmondom őszintén az ő nyelvén, mint hogy mismásolok, hogy elköltözött a... Mi is szokott ez? Igen, a kutya, a kiskutya, hogy elköltözött a többi kiskutyához. Nyilván nem kell részletezni, hogy elütötte az autó, de meghalt, eltemették, és majd emlékezünk rá, mindig nézi, de letesszük a kis fotóját, és beszélgetünk róla. És az se baj, ha sírt. Tehát sokszor kisgyerekkorban egyébként pont azért csinálunk sok ilyen mismásolást, mert nem akarjuk, hogy a gyerek sírjon. Mert rossz anya vagyok, ha a gyerek sír.
nem akkor, hogy rossz vagy. Néha sír a gyerek, mert amikor sírni kell. Tehát az nem baj, akkor sír, amikor. Tehát amikor tipikus helyzet, elesik a baba, taknyol egy nagyot, és anyuka direkt nevet, hogy ne sírjon. De tulajdonképpen most fáj neki, tehát akkor miért ne sírhatna? Tehát amikor helyén való a sírás, akkor miért ne? Az más kérdés, hogyha nem tudom, egy nyafog a boltban meg akar szerezni egy ekkora dobozos legót, és ott levágja a hatalmas nagy hisztit, akkor ne az legyen a cél, hogy elhallgattassuk, hanem hogy megbeszéljük a legó vásárlásnak a kérdéseit, meg a közelgő karácsonyt fölemlegessük, meg hasonlók. Tehát nyilván akkor egészen más a helyzet, amikor ilyen hisztis sírás van, de amikor tényleg helyén való a sírás, miért ne sírhatna? Na, vissza az anyákhoz, bár ez is az volt, csak másik oldalról. De eljut oda, hogy kamaszkor van, az viharos, meg nehéz, aztán utána meg jön az az időszak, hogy akkor kirepülök otthonról. Most az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt évtizedekben ez ugye egy olyan átmeneti időszak lett, hogy gyakorlatilag még felnőttek otthon laknak. Tehát régen már akkor rég önállóak voltak, vagy hát az volt legalább, hogy így megházasodott és hazahozta a párját. Manapság ez már nincsen, ez a véletlenül se laknánk anyámékkal, akkor inkább nem házasodunk össze, még amíg saját lakás nem lesz, tehát ez a mindenki menne el otthonról. Ennek is valószínűleg megvannak az okai. Egyrészt nyilván tök jó külön élni. Ugyanakkor az ember, amikor rakat gyereke van, akkor látja, hogy lehet, hogy jobb lenne a mamái kicsit közelebb lennének. Tehát ennek is megvannak az előnyei, meg a hátrányai. Viszont emiatt nagyon kitolódik a gyerekvállalás. Ráadásul most már ugye nem csak úgy véletlenül beesnek a gyerekek, mint régen, hogy hát így úgy esett, és akkor babát várunk, hanem ugye baba projekt van. Tehát már ugye az anyukák, még neki se álltak a projektnek, de már beregisztráltak az NLC fórumra, és ott csetelgetnek a többi anyukával, hogy hány csíkos lett ma a teszt, meg mikor van a peteérésed, meg nem. Tehát olyan tudásuk van sokszor, hogy meglepődöm, hogy jönnek, hogy az egyik tesztnek annak ilyen a HCG értéke, a másiknak meg olyan, és hogy tudunk-e segíteni, hogy most a harmadikon el van írva, vagy ő tényleg terhes. Tehát, hogy így valami hihetetlen tudást gyűjtenek be az anyukák arról is, hogy hogyan kell egyáltalán a gyereket csinálni. Aztán utána kezdődik a projekt, meg van tervezve, hogy mikor kéne jönni, jó esetben akkor is jön, néha nem jön akkor, ennek is egyébként sokszor pszichés okai vannak, hogy ilyen rágörcsölés, vannak neki egészségügyi okai is, de van neki egy nagyon nagy pszichés háttere az, hogy annyira akarjuk, és valahogy nagyon sokszor előfordul, hogy tudat alatt mégse. Van erről a Luxervirának egy könyve, most nem megyek bele, mert nagyon nagy téma. Van a Luxervirának erről egy könyve, azt hiszem, anyának születtem kérdőjellel. És abban leírja az összes ilyen lehetséges lelki okát annak, hogy miért lesznek olyan nehezen manapság gyerekek, meg milyen pszichés háttere lehet ennek az egésznek. Amit én kiemelnék belőlem, az számomra nagyon érdekes volt, hogy a meddő nőknek az több mint 50%-a pedagógus. Ez számomra döbbenetes szám volt. Ő ezt azzal indokolja, hogy ugye az ember annyi másnak a gyerekét pátyolgatja, hogy egyszerűen, és nagyon, nagyon sok köztük az is, aki egyébként sok gyerekes családban a legidősebb lány testvér, mert ott is mi van, a nyakába varják az összes test, hogy te vigyázol a többiekre, halleluja, és akkor elege lesz addigra az egész gyerek témából, mire oda jut, hogy persze, és tudja, hogy tudatosan, hogy hát már itt az idő, ugye tiktak, 30 éves vagy, hol van már az a gyerek, tudatosan ő akarja, de minden porcikája írtózik tőle, hogy még több gyerek, tehát, hogy valahol ebben van egy ilyen. Azt lehet, hogy ehhez még jönnek egészségügyi okok is, de az biztos, hogy ennek van egy nagyon nagy lelki háttere. Szóval a baba projekt. Mondjuk össze is jött a baba, elég csík van a teszten, utána jön a rengeteg orvosi vizsgálat. Ez is a dolognak a spontaneitásán sokat ront. Tehát például nem rossz, ismerek olyat, aki Hollandiában él, és ott is szült már 5 gyereket, és ott a 12. hétig nem csinálnak nagy hacacárét. Nálunk már vagy 3-4 vizsgálat van. Hogyha nem kell hetente valami izére menni, akkor az anyukák már aggódnak, hogy,
hogy lehet, hogy mégse vagyok terhes, vagy tehát, hogy az ember hozzászokik ez az állandó egészségügyi kontroll, ami egyrészt jó, mert persze jó a magzatnak, meg de jó ultrahang, látjuk a pofikáját, találgatják, hogy kire hasonlít, meg látjuk, hogy rendben van a szíve, meg a vesélyem, meg minden, ugyanakkor egy csomó aggodalom forrása is. Jarvért vettek az egyik laborérték, nem úgy van, akkor atyavilág mi lesz. Hollandoknál 12. hétig nem is pacakolnak vele. Megállapítják a terhességet, tessék visszajönni, hát 3 hónap múlva. Hát itthon így nem is tudom, tehát ezt látom is, amikor mint a 22. héttől igazából nincsen vizsgálat ugye a 32-ig általában, kötelező vizsgálat nincs. Aztán vannak olyan orvosok, akik persze berendelnek, de nem nyugodtak az anyukák, ha nem kell orvoshoz menni, tehát hogy így, de közben meg ez valahol egyfajta állandó aggodást okoz, mert mindig van valami lelet, ami éppen más. Tehát a rossz lett az, most már hál' Istennek nincs AFP, de rossz lett ez, rossz lett az, itt ezt mondták, hogy most akkor diétázni kell, vagy nem, az egyik kórházban ennyi a határérték, a másikban annyi a határérték, tehát hogy így halomba lehet aggódni magad emiatt. Ebben az a fő probléma, amellett, hogy nyilván jó, hogy van egy egészségügyi kontroll, hogy a túlinformáció az nagyon sokszor így rossz döntésekhez vezet, meg túlagódja az ember a dolgokat. Ez a gyereknevelésben is így van, tehát nagyon sokszor látom, hogy nem alszik a baba, ugye elég ismerős probléma, mert a babáknak kb. 85%-nak vannak olyan időszakai, hogy így nem alszik, és a másik 15%-nak meg az anyukája már így rátudta, hogy ilyen, és ilyenkor nagyon sok szülő nem megoldást keres, hanem elkezd megoldást keresni, és mivel valahogy úgy egyik se tetszik igazán, még olvas tovább egy kicsit. És utána már alvás helyett is olvas, meg még a helyett is olvas, és már mindent kiképezte magát. Az összes könyvet olvasta, a gyerek még mindig nem alszik, én még mindig álmos vagyok, de már mindent tudok arról, hogy hogyan nem aludhat a babám. Tehát egyszerűen egy túl informálja magát, és ez nem mindig vezet jó volt. És egy ilyen kutatás egyébként arról, hogy amikor volt a szeptember 11-es terrortámadás, utána nagyon sok ember döntött úgy, ugye az egész sajtó mit harsogott, a repülés veszélyes, mert ilyenek történhetnek. Ezért sok ember úgy döntött, hogy egyszerűbb kocsival menni. 20%-kal nőtt az autóbalesetek száma az Egyesült Államokban, mert az a túlinformáció, hogy a repülésnek milyen veszélyei lehetnek, az így elnyomta azt, hogy az autózás egyébként sokkal veszélyesebb. Sokkal nagyobb az autóbalesetnek az esélye, valami nem is tudom hány szám, elég nagy százalékkal, mint a repülésnek. Csak egyszerűen a túlinformáció az így tévutakra vezet. Kell informálódni, de aztán meg valami tehát csinálni is kell valamit. Tehát ne az legyen, hogy már megint nem alszik a gyerek, akkor facebookozok egy kicsit, hogy miért nem aludhat. Meg elparaszolom a többieknek a fórumon, hogy már megint nem alszunk. Hanem akkor kitalálok valamit, vagy megpróbálom azoknak a megoldásoknak valamelyikét, amit olvastam. Jó, na még meg se született a gyerek. Még ott tartunk az anyává válásban, ott tartunk, hogy ott vagyok várandósan, tele vagyok félelmekkel. Nagyon sokszor a várandóság alatti tüneteknek is a hátterében ilyen régi feldolgozatlan élmények állhatnak. Például láttam egy olyan kutatást, ami szerint az ilyen várandóság elején ez a kóros, vészes terhességi hányás volt itt, akinek esetleg ilyen volt, nem nézünk oda, hogy ki válaszol. Ugye nagyon kellemetlen dolog ez, amikor így akár a 15. hétig eltart, sokszor még kórházba is befektetnek. Ennek valami 67%-nak a hátterében az állt, hogy hát így annyira ők nem akartak még gyereket. Tehát vagy véletlenül lett, vagy olyan partnertől, aki annyira nem volt szimpi, hanem egy másik fiú lett volna, de hát csak ő vele jött össze. Tehát, hogy valami olyan probléma volt a fogantatáskor, amivel az anyuka nincs lelkileg megbékülve. Vagy pedig valaki a családból nagyon nem akarja, hogy gyerek legyen. De ilyen is van, hogy még fiatal vagy te a gyerekvállaláshoz, miért vállaltátok be, hú, a bizonytalanra, meg pont attól a pasitól, és akkor az anyukának a pszichéje tiltakozik a gyerekvállás ellen. Nagyon gyakran meg is kérdezik, hogy ilyen esetben, amikor így annyira nem úgy volt betervezve, hogy jöjjön a baba, hogy ez okoz-e nála valamit. Szerencsére azért persze nyilván érzi a baba a stresszt,
De azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor már örökre valami hatalmas. Minden stressz helyzettel úgy van, hogy persze a gyerkőc reagál rá, meg érzi, meg minden átmegy mindent megkap a placentán keresztül, mert megkapja a véráramodon keresztül az összes hormont, ami tehát bármi stressz van benne, az érzi a magzat, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy akkor most már egész életére is stresszes lesz, mert ezeket mind lehet ellensúlyozni. Mint ahogy egyébként az összes ilyen ártatlan szülői hibát, tehát egyszer kimentem és fölébredt és borzasztóan sírt, mire visszaértem, és akkor most már örökre mindent elrontottam, mert sírt a babám. Frász, tehát hogy önmagában az, hogy egyszer 5 percet sírt, és te pont nem voltál ott, vagy jaj, mit tettem vele, mert a mamára hagytam egy órára, és végig bőgte az egészet. Ezek azért nem végzetes hibák, csak akkor érzed úgy, hogy ez rettenet volt. Mint ahogy néha így meg szoktam kérdezni előadásokon, hogy hát így minden családban előfordul, ugye, hogy így néha leesik egy-egy baba, és hát így nagyjából ez szokott lenni a reakció. Szóval, hogy így, hát így néha így az emberek rajta a keze, és úgy is le tud repülni a pelenkázóról, a kiságyról, nekem a nagyobbik produkált olyat, még járni nem tudott, 1 éves volt, 2 ilyen életveszélyes mutatványa volt, az egyik, hogy ki tudott mászni a kiságyból, amikor már mélyre volt engedve, így átlendítette magát, és akkor áttacsant a végén, és fölállt, és jött. Mi meg csak a tacsanást hallottuk, és azt hittük, hogy vérbefagyva van ott a gyerek körülbelül. A másik meg az ott fölmászott a konyhapultra. Ezt is így 1 év, 13 hónaposan kezdett járni, tehát még nem tudott járni, 4 kézláb oda, szék odatól, és így mászott föl. És az nekem nagyon izgi volt, hogy mi van. És akkor mentünk, és ott volt a gyerek a konyhapulton. Az első reakció az volt, hogy minden széket elpakolunk. Szóval egy nap után rájöttünk, hogy ez nem jó, mert őt úgy is érdekelt a konyhapult, ott állt, és így próbált följutni. Úgyhogy elkezdtük fölpakolni a gyereket a konyhapultra, és így fogtuk közbe, és 2 nap után ez megszűnt, ez a nagy érdeklődés. Tudta, hogy mi van ott. És kielégítette a kíváncsiságát, és megnyugodott, hogy most már tudom, hogy mi van abban az izgi szekrénybe ott fölül. Jó. Szülés. Ugye sokan azt mondják, akkor leszünk anyák, amikor szülünk. Hát nem mindenki érzi utána úgy. Ugye összességében látszik, ugye, hogy ez egy folyamat. Tehát anyává így válunk, és még ez most is tart. Tehát már van gyerekeid, de még mindig válsz, és hogyha már nagyobbak a gyerekeid, akkor ott az anyáságnak egy újabb szakasza kezdődik, és ott is még alakulsz, meg formálódsz. Szóval elérkezünk oda, hogy várandóság. Nagyon érdekes a szülés. A szülésnek az időpontját ugye nem lehet megmondani, hogy mikor lesz. Senki nem tudja megmondani. Orvosok itt szoktak, anyukák nagyon aranyosan szoktak találkozni így fórumokban, hogy már a CTG milyen izéket mutatott, és akkor biztos, meg az orvos azt mondta, hogy már közel van. Nekem is azt mondta, és onnan még 2 hét volt, de tehát nagyon sok ilyen próbálják megjósolni, nem tudjuk, hogy mitől indul meg a szülés. Az biztos, hogy egyrészt a fogantatás is 3 ember döntése, anya, apa, meg a gyerek. Ők eldöntik 3-an, hogy egy gyerkőc létre akar jönni, és ott akar maradni. Tehát 3 ember döntés. A szüléshez is kell az anya döntése is, meg a baba döntése is. Nagyon érdekes, mert láttam egy olyan felmérést, amiben azt nézték meg, hogy vajon valahogy a nők tudják-e mégis befolyásolni ezt az időpontot, és érdekes, mert tudat alatt tudják. Egyébként a számomra le is esett akkor, amikor a kisebbik fiam született, mert ő húsvétkor méltóztatott megszületni, illetve nagypénteken. Na most ő megszületett pénteken, szombaton egy csomó anyuka eltávozott a kórházból, és 2 napig oda egy lélek nem jött. Tehát senki nem szült. És nem csak azért, mert olyankor nincsenek tervezett császárok, természetes szülés is talán 1 volt. És kedreggel, vége volt a húsvétnak, elkezdte közölleni a kismamák, már hajnalban már a szobánkba bepakoltak még 2 kismamát. Addig ilyen teljes csönd volt, az a 90 fős nagy osztály. Tehát, hogy tényleg néhányan, ilyen 5-6-an lézengtünk ott, aki ilyen szerencsétlen volt, hogy a gyereke úgy döntött, hogy. És a nővérkék is mondták, hogy hát így ünnepek alatt nem szoktak sokan jönni, tehát valahogy az anyukák mégiscsak vissza tudták tartani, hogy így a húsvét az még otthon legyen. Vagy lehet a húsvéti sonka ilyen hatással van a gyerek születésre, de érdekes mondom, karácsonykor is ugyanez van. Na most láttam egy olyan felmérést, amiben kiválasztottak 2 olyan ünnepet, ami egyébként munkanapra esik, de mégis van valamilyen
töltete az ünnepnek. Az egyik az a Halloween volt, ami ugye egy kicsit ilyen negatív, utána halottak napja van. A negatívabb töltetű ünnep, a másik meg a Valentin nap. Az meg milyen szép, hogy Valentin napkor született a szerelmi gyümölcse. Az egy olyan pozitív töltetű ünnep. És azt nézték, hogy mennyien szülnek az előtte, meg az utána levő héten, meg mennyien szülnek aznap. Halloweenkor 25%-kal kevesebb baba született, Valentin napkor viszont 27%-kal több, mint az előtte utána levő napokon. Ami azért érdekes, mert egyrészt azért választották ezeket az ünnepeket, mert ugyankor vannak a tervezett császármetszések is, mert hogy rendes munkanapról van szó. Tehát az nem torzítja az eredményt, hogy esetleg karácsonykor kevesebb ilyen van, meg mondjuk síszünetben, meg hasonlók. Másrészt meg hogy valahol mégis az anyukáknak ott van a fejében, hogy hát Halloweenkor nem szülök, mert az olyan, nem olyan jó ünnep, szegény gyerek ott utána. Ráadásul mindig ilyen halottak napja jön, az nem olyan jó, hanem akkor inkább előtte, vagy jóval utána. A Valentin nap az meg milyen szép megszületni. Tehát, hogy valahogy mégis az anyukák tudják befolyásolni, de tudatosan nem. Tehát bármelyik ötök próbált, tehát, hogy léci szüles meg 20-án, az nem szokott sikerülni. Maga a szülés is ugye egy ilyen spontán dolog kéne, hogy legyen. Hát nem igazán szokott ez megtörténni. Eleve az, ahogy a szülésbe belemegyünk, meg hozzááll a többség, sokan úgy mennek be a kórházba, hogy hát majd az orvos megoldja, választott orvos, fizetem is, csak tudja, hogy kell szülni. Én még nem szültem soha, ő már látott egy csomót. Tehát sokan így rá is bízzák magukat az orvosra. Nagyon sokszor meg ott van bennünk, hogy nem tudom, mit kell csinálni. A kórházi szülés felkészítőn körülbelül annyit mesélnek el, hogy tessék WC-papírt meg villát hozni, mert azt lopják. Tehát nálunk legalábbis ennyi volt a kórházi szülés felkészítőn, megmutattak egy videót a szülésről, ami egyébként nagy tökség, mert te úgyse fogod arról a végéről látni a szülés, mint ahogy ők megmutatják, de a másik végét látod, az sokkal jobb egyébként. Sokan meg is ijednek, meg szüléstörténeteket, amikor olvasol a neten, semmiképpen ne olvasod a szüléstörténeteket a neten. Én megtettem. Ugye mindenki leírja a horror sztorikat, hogy mit utált, mi volt rossz. Ami egyébként egy jó dolog, tehát hogyha valaki szeretné földolgozni a szülés élményét, akkor jó dolog magadnak leírni egy kis naplóba. De utána el kell égetni az egészet. Ne tedd föl a netre, hogy másokat riogass vele. Ki kell írni magadból az élményt, mert mindenkinek volt benne csalódás. Tehát a legritkább eset az, hogy pont olyan volt, mint szerettem volna. Hanem az szokott lenni, hogy hát így nem is úgy kezdődött, mert csak elment a magzatvíz, aztán utána olyan fájások jöttek, hogy belepusztultam, aztán az orvos hülye volt, a nem tudom én mit elrontották, beszúrták a kanült, elvarták az izét, utána nem tudom, műszakváltás, mindenkinek vannak ilyen olyan sztorik benne, amit így nem akart, hogy úgy legyen. Ráadásul ugye sokan szülési tervvel mennek szülni, ami nagyon jó arra, hogy tudatosítsa, hogy megy a történet, de sokszor ilyen görcsöt is okoz, hogy nem úgy sikerült, mint ahogy a tervem volt. Na most egy spontán folyamat nem sikerülhet úgy. Tehát, mert attól spontán, hogy a maga tempójában megy végig. A másik, hogy ugye ettől a tervezéstől, meg ettől a rákészüléstől az ember úgy gondolja, hogy majd ő azt tudja úgy befolyásolni. És akkor jönnek, hogy anyuka nem tágult a mészáj egy óra alatt, és akkor pészáj tágulj, tehát nem tudok olyat, hogy, mert annak spontán, hogyha nem görcsölnék rajta, eleve tudatosan meg lehet állítani a szülést. Tehát én például bementem az első fiammal szülni, 5 perces fájásokkal, amíg fölvették az adatokat, volt fél óra, egy darab fájásom nem volt. Na, az adatokkal foglalkoztam, tehát hogy meg azzal, hogy hú, most bejöttünk a kórházba, és hova tegyem a motyómat, tehát hogy le lehet állítani tudatosan a szülést, és olvastam is olyan történet, ahol egy napig állt a szülés, amíg ilyen háború volt, és egyik légópincéből lejutottak a másikba, meg ott kóvályogtak, meg addig leállt a szülés, aztán folytatódott. Tehát, hogy le lehet állítani, meg lehet tudatosan befolyásolni, viszont vannak olyan részei, amit nem tudok, és minél inkább hagynak magamba borulni, annál inkább spontán fog végigmenni a dolog, hogyha megjönnek és zargatnak, hogy anyuka, akkor nézzük meg, hogy mennyit tetszett tágulni, meg nézzünk egy CTG-t, hogy hogy van a baba, ami egyébként jó dolog a CTG. A mészáj vizsgálat részével az szokott lenni, hogy az ember úgy érzi, hogy egy teljesítmény kényszerben van, hogy már megtágulnom kellett volna, de én nem tudok olyat, tehát, hogy, és nem tágultam eleget, és jaj, mi lesz, megijátsz, ha félsz, akkor nem
akkor az ember minden izmát szorítja, ha fél, öntudat alatt is, és ilyenkor meg pont el kéne lazulni, hogy kijöjjön az a gyerkőc. Tehát, hogy egyszerűen ezt a szorongást okozza. És ezért nem lesz aztán olyan a végkimenet, mint szeretted volna. Jó, de mondjuk túlestél a szülésen, és érdemes földolgozni. A szülés, azt szokták is mondani, mint egy poszttraumás stressz szindróma. A poszttraumás stressz szindróma az, amikor mondjuk valamilyen nagy katasztrófa történik körülötted, és te túlélő vagy. És utána még úgy vissza-vissza törnek a képek. Na most a szülésnél azt szokott lenni, hogy történik veled egy katasztrófa, a vihar leviszi a házat tetejét, akkor utána hagyják, hogy földolgozt ezt az élményt, meg mesélhetsz a szülésnél, meg mit mond mindenki, hogy jaj, hát ne, semmi, olyan volt, de itt van az aranyos gyereke, örüljél neki. De az embernek közben ott vannak a tüskék, hogy na, nem volt jó. Ez nem volt jó, az nem volt jó, úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó nő, mert nem, még szülni sem tudok rendesen, mert nekem ilyen komplikációim volt, tehát egy csomó ilyen dolog ott marad, és közben jönnek azzal, hogy hát most úgy kell magad, ugye, hogy milyen boldog vagy, persze boldog vagyok, de bakker ott van az, azt meg nem tudtam földolgozni, na. Hát foglalkozzak azzal is egy kicsit, tehát föl kell dolgozni. Sokan ezt évekig cipelik, azért nem mernek másik gyereket vállalni. Vagy amikor másik gyereket vállalnak, akkor csomó terhességi komplikációjuk lesz, mert még mindig ott van bennük az a félelem, hogy nehogy ez a szülés is olyan legyen. Föl kell, legkésőbb a következő terhesség alatt föl kell dolgozni ezt az élményt. Akár elsírni valakinek a bánatodat, akár megkeresni egy szülésznőt, vagy egy dúlát, aki ért ehhez és végighallgat és segít földolgozni, vagy hogyha inkább csak egy tüske benned, és úgy gondolod, akkor tényleg érdemes az egészet így leírni, hogy is volt ez. Ez egy kicsit egy ilyen gyász folyamat is. Elvesztettem a lány részemet, és most lett belőlem egy asszony. És valahol így el kell attól búcsúzni. Meg azt az egész helyzetet föl kell dolgozni, hogy ott mi volt, meg hogy volt, meg mit éreztem. És érdemes leírni, akár úgy is ilyen szabadszavas módszerrel, hogy így leírsz minden szót, ami eszedbe jut, a csúnyákat is. Tehát amiket ti mit vágtál volna az orvos fejéhez legszívesebben, nyugodtan. Lehet olyat is, hogy írsz egy levelet az orvosnak, vagy annak, akire haragszol emiatt, nyugodtan. A kórház főigazgatójának, miért volt átépítés, mit tudom én, tehát aki úgy érzett, hogy ő tehet róla, nyugodtan. Nem kell neki elküldeni, hanem tűzbe vele, de ki kell írni, meg kell tőle szabadulni, hogy utána azt lecipeld magaddal tovább. Mert utána kihatása lesz a gyerekeddel való későbbi kapcsolatodra is, mert például nagyon gyakori császáros anyuka, bonyolult szülés, utána úgy aggódik azért a gyerkőcről, hogy pláne, hogyha még előtt, amikor lombikos baba volt, nehezen jött össze, hogy egyszerűen túl parázza a gyereket, mert hogy annyira szeretne jó anyuka lenni, annyira, és állandóan ott van a gyerek körül, és az egy darabig persze nem gond, csak akkor gondolom, hogy a gyerkőc már menne el a maga útjára, és anya még mindig ott van, helikopterszülőnek szokták hívni azt, aki mindent megszervez a gyerek körül. Nem is egy ilyen anyukát ismerek, olyan napi rendjük van. Tehát három gyereknél az komoly, tiszta logisztika, hogy ez ilyen edzés, az olyan program, ez itt az iskolába ezt kell, csak akkor hazajön, házi feladatot ír, és néha elgondolkodok, hogy mikor unatkoznak a gyerekek, de tényleg, tehát, hogy én próbálom úgy csinálni, én szerintem az unatkozás nagyon egészséges, mert akkor a gyerek megtanulja így elfoglalni magát, de mindig be van neki osztva az ideje, amikor van egy fél szabad órája, akkor így hirtelen ez a nem tudom mit csináljak, nem osztja be senki az időt. Tehát kell nekik, sőt kifejezetten kell a szabad játék. Nekünk az egyik óvónéninknek ez volt a mottója, hogy így minél kevesebb óvodai program, hogy legyen a gyereknek úgy másfél-két órájuk egy napban, amikor csak úgy játszanak. Nincsen se matek foglalkozás, se környezet, nem megyünk kirándulni, nem angolozunk, nem visszük őket, nem tudom, falevelet gyűjtenem, csak úgy el vannak. Mert az is kell nekik, hogy rájöjjenek, hogy mi az, ami tényleg érdekel. Nem az, amit anya mondott, hogy az kell, hogy érdekel, hanem ami tényleg érdekel. Mi az, ami ki tudja magát próbálni, tehát hogy ez kell. És hogyha az ember ilyen parákat belevisz a gyerekével való kapcsolatba, akkor azok valahol kijönnek. Vagy ott, hogy állandóan kontrollálja a gyereket. Nagyon sokszor az evésnél jön ki. Tehát ez a nem vagyok jó anya, ha nem eszik sokat a gyerek. És vannak kisevő gyerekek, hát van ilyen. Tehát nyilván akinek 40 kilós pici szülei vannak, nem lesz nagy evő gyerek.
amelyik gyerek meg ekkora, mint nekem a kisebbik fiam 7 éves, és ekkora. És 50 kiló. Még a gyerekkorom sem mondja, miért 50 kiló ez a gyerek? De mondom, 38-as lába van. Tehát, hogy ilyen kis mokány, amúgy meg sportol, meg izé. De ekkora nagy, mint egy kisebb felnőtt akkora. És közben meg baba arca van még. Tehát, hogy így tök jó pofa. Nagyra nőtt baba. Igazából. De tényleg az van, hogy így nem lehet állandóan ott lenni a nyomukban, meg nem szabad túl parázni magunkat. Hát keveset teszik, sokat teszik. Amire nekünk figyelnünk kell, nyilván az a mérték a dolgok között. De hogyha a szülő beleviszi a maga kis paráit állandóan, hogy nem evett eleget, akkor babánál szokták ezt, hogy lemértem, és csak 40 gram volt. Na most ezek a csecsemő mérlegekről, meg a baba egy mozdul rajta már 10 grammal több, hogyha meg amarra mozdul, akkor meg 10 grammal kevesebb. Tehát azon aztán lehet aggódni jócskán, hogy most ennyit vett, vagy annyit evett. De hogy az anyuka úgy érzi, hogy ez az evés, ez egy központi téma, az biztos, hogy talán a gyerek is félni fog tőle. Vagy azzal fogja manipulálni. Tehát nem egyszer írnak nekem, hogy elkezdte a gyerek az óvodát, és nem hajlandó ott semmit enni. És ez nagyon sokszor abból adódik, egyrészt nem adja meg azt a bizalmat az óvinak, hogy ott egyen, másrészt meg már otthon is van valami gond az evéssel, és akkor ez így jön ki. Tehát ezek a dolgok megtalálják a folytatásukat, hogyha a szobatisztaságra parázik rá az anyuka, gyorsan-gyorsan, mert a többiek is már azt mondták, hogy most már ideje, akkor amiatt avval lesznek problémája a gyereknek. És ez mindennel így van, aztán a tanulással, a sporttal, minél, hogyha a szülő rátelepszik, hogy ezt én nagyon, akkor a gyerkőcnél ott valami szorongás kialakul. Legjobb azt szoktam mondani, legyünk lusták, tehát hagyjuk a gyereket, hogy így csak a vadhajtásokat kell levágni. Tehát a bokornál se állok ott állandó, hogy nőjél már bokor, hanem locsolgatom, szeretgetem, tápot adok neki, néha egy kicsit levágom a vadhajtásokat, és örülök neki, hogy szép nagyra nőtt. Tehát nem kell állandóan ott aggódni, hogy nem nőtt már tegnap óta semmit ez a tuja, ilyen galát tuja ez. Tehát, hogy érdemes egy kicsit így állni a gyerekekhez is, hogy hagyni őket, mert egyébként egész jó fölnőnek, anélkül is, hogy állandóan ott lenne valaki, hogy izélgesse őket. És minél inkább ott van valaki, annál rosszabb a gyereknek, mert utána felnőtt korára viszi ezeket a kis terheket a táskájában magával. Jó, és akkor eljutottunk oda, megszületett, már neveltük is egy kicsit, és utána meg a fejlemény. Ugye a felnőtt korról már valamelyest beszéltünk, hogy van egy ilyen megbéküléses időszak, utána mindenki rájön, hogy tulajdonképpen egy-két dologban mégis igaza volt a szüleinek, ami nehéz felnőttként, hogy nagyon sokszor a kisgyerekkori mintáinkat így titokba viszont, amikor azt mondják, hogy én ösztönösen nevelem a gyerekeimet, azok a minták, amiket így 5 éves korodig gyűjtöttél be. Ilyen mondatok. Tehát akkor jön ez ki legjobban a dackorszakban. Addig általában el van egy ember a gyerekkel, mert nagyjából az van, amit te akarsz. De aztán neki akarata kezd lenni. Ő nagyon akar dolgokat. Hú, iszonyatosan tud akarni. Főként, hogyha kisfiú. A lányok máshogy. A fiúk ilyen nyersen akarnak általában, a lányok meg így hátulról. És ilyenkor az ember azt éri át szülőként, hogy már nincsen több eszközöm, meg hogy egyébként is hogy jön az, hogy ekkora és neki akarata van. Tehát, hogy csak egy sima annyit kérek, hogy ebédeljen meg feküdjön le aludni, meg cseréljük már ki azt a pelúst, és akkor ő meg itt izmózik velem minden kis vacakon. És ilyenkor előbb-utóbb fölmegy az emberbe a pumpa, mindenki a maga mértékében. És akkor elkezdi azokat a mondatokat mondani, amit elhatározott, hogy ezt én soha nem fogom. Tehát anyám mindig azt mondta, hogy és én ezt nem fogom. Na, ilyenkor ezek így izomból, vagy így ösztönből előjönnek. Ez amikor ösztönösen nevez gyereket, innen jön. Na most, mit tudom, volt egy tyúkanyó anyukád, akivel imádtátok egymást, akkor lehet, hogy ezek nagyon jó mondatok jönnek elő, de egy kritizáló anyukád volt, akkor azok a mondatok fognak előjönni. És nem felejtsük el, hogy ezek a mondatok általában, miket jegyez meg legjobban a kisgyerek, hát például a csúnya szavakat,
a anyának a legcifrább mondatait, azért, mert hogy azt egy indulatból mondtad, az neki marha érdekes, tehát amit csak így elmesélek egy mesébe, és teleteszem szép szavakkal, hogy hadd örüljön a gyerek, meg én milyen ízesen tudok beszélni, és most szép régi szavakat tanítok neki, ezekre nem emlékszik. Mindig azokra, amikor eldurrant a lufi, azokat nagyon, ezért tanulnak, mert nagyon hamar káromkodni. És utána mondjuk neki, hogy nem szabad káromkodni, tudod, mert az csúnya szó, de hát néha kicsúszol, és ő azt megjegyzi, mert az indulat az mindig izgibb. És ez az egyébként, ami a dackorszakot sokszor táplálja, hogy elérni anyánál azt, amikor olyan furcsa fejet vág és kiabált. Mert ez neki izgi. Az elején tényleg, tehát ilyen másfél éves korig ez nekik marha izgi, hogy anya olyan pofit vág. Tehát, hogy neked kevésbé, mert napi 40-szer fordul elő, de az ő számára ez az izgi kategória. És aztán később is az van, hogy ő így tesztelgeti, hogy meddig lehet elmenni, hol vannak a határok szülőként, meg ez az állandó ütközés a gyerekkel, ez a nehéz. És a kamaszkor ugyanezért nehéz, mert állandóan ütközni kell valamin a gyerekkel. Csak akkor már nem az, hogy reggelizik el, hanem hogy veszett tégli kabátot. Te emlékszem, a húgomnak rendszeres vitái voltak ebből kamaszkorából, hogy két télen át kizárólag kötött pulóverbe. Igaz, hogy hármat vett, de csak abba volt hajlandó járni, mert az a menő. Anyám elküldte téli kabátot venni, és elment az ecserire, hozott valami borzasztó ronda bőrkabátot, amiben minden volt csak bélés, és mondta anyába, hogy ebben jobban fogsz fázni, mert le fog fülni a külseje, és megfajt benne. De ő csak abba hajlandó jár, mert szerintem az a menő. Tehát, ugye ott meg ez, ilyenek miatt van állandóan ütközés. És szülőként ezt ugye nehéz feldolgozni. Aztán az ember túlteszi magát a gyerekeinek a kamaszkorán, jön az, hogy ő már felnőtt. És ilyenkor egyrészt az a nehéz, hogy ne szóljunk folyton bele, mert úgy neki az nem jó. Ugyanakkor az ember tudja, mert már felnőtt, meg idős, meg bölcs, hogy miket ronthat el. És az állandó dilemma az szokott lenni, hogy a nagymamák részéről szoktam hallani, hogy ugye hogyan csináljam azt, hogy megmondjam neki, hogy mégse jó az a döntés, de ugyanakkor nem akarok bele se szólni, mert ne én legyek már az, aki mindig beleszól, de közben meg szeretném, hogy jó legyen nekik, mert látom, hogy ott el fogják rontani. Ott meg ilyen típusú dilemmák kellenek lennek. Része onnan jön, hogy az ember már kamaszkorában, már gyerekkorában se annyira bízott a gyerekébe, kamaszkorában se bízott a gyerekébe, és ez így megmaradt benne, hogy azért neki azért rám szükség van. Tehát egyrészt ez a fontosságérzés is ott van, hogy egyszer egy nagymam olyan jól megfogalmazta, hogyha, ja igen, hogy azért söprögetek folyton, mert ha letenném a söprőt, úgy érzem, hogy már nincsen rá szükség, hogy már söpörnöm se kell. Tehát, hogy a fontosságérzés, hogy én még azért ott vagyok a gyerekem életében. És hogyha ezt az ember korábban jól alakítja, kisgyerekkorban, meg kamaszkorban, akkor azért megmarad a gyerkőcbe az, hogy néha mondjuk fölhívom anyát, és elplegykázom vele azokat a dolgokat, amiket szeretnék vele megosztani. Anyában meg ott marad az, hogy néha fölhívom, és nem azt fogom érezni, hogy hát most már tedd le, anyom. Tehát nehéz dolog, hogy ez ilyen szép kiegyensúlyozottan tudjon tovább, mert utána meg ezen kell dolgozni az embernek, amikor nagymamakorba ér.